Drasztikus visszaesés. Közel felére csökkenti az idei évben a dohányfelvásárlás mennyiségét az ULT Magyarország ZRT. Fizetési határidő. A január 1-én esedékes kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak befizetésének türelmi ideje március 1-én éjfélkor lejár. Elavult felvonók. Akár 10 millió forintos költséget is jelenthet az átlagosan közel 40 éves liftek felújítása a magyarországi társasházaknak. Közel felére csökkenti az idei évben a dohányfelvásárlás mennyiségét az ULT Magyarország ZRT. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az elmúlt 100 évben nem fordult elő olyan drasztikus csökkentés, mint amekkora az idei évben várható a hazai dohánytermelésben. 2016-ban a korábbinál kisebb területeken, de még minden termelővel szerződést köt a felvásárló cég. 2017-től viszont akár meg is szűnhet a burley típusú dohány felvásárlása. Ezt az ULT Magyarország ZRT vezérigazgatója mondta el egy dohánytermelőknek szervezett rendhagyó konferencián Nyíregyházán. A hazai és a világpiaci eladatlan dohánykészletek folyamatosan növekszenek. Ennek következtében a magyar dohány egyre kevésbé keresett, és vannak olyan forgalmazók, akik a korábbi gyakorlattal ellentétben mára már egyáltalán nem vásárolnak tőlünk dohányt. Ezzel kezdte beszédét Bittner Imre, az ULT Magyarország ZRT vezérigazgatója nyíregyházi konferencián. Ezt követően bejelentette, az idei évben kevesebb termőterületre és kevesebb mennyiségre kötnek majd szerződéseket a dohánytermelőkkel. Az elmúlt több mint 100 évben nem nagyon fordult elő, hogy ilyen drasztikus csökkentések erről sor. A készletfelhalmozódás miatt ebben az évben jelentősen csökkentjük a dohánytermelő területet és hozzátartozó mennyiséget. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a burley mennyiségünk 1000 tonna per éves szerződéssel számol. Ugye összehasonlításként ez 2500 tonna szokott lenni egy átlagos évben, míg a Virginia egy 3500 tonnás szerződött mennyiséggel számol, ami szintén egy 5500-6000 tonnához képest jelentős csökkenés. Ez azt jelenti, hogy első körben átmeneti évnek tekintjük a 2016-ot, minden termelővel szerződni kívánunk, az elmúlt 3 éves átlag termésük alapján korrigáljuk a területet. A tavalyi évben 4147 tonna Virginia és 1975 tonna burley dohányt vásárolt fel az ULT Magyarország. Ez a megközelítőleg 6100 tonna 30%-kal kevesebb a 2014-ben felvásárolt mennyiségnél, azonban ennek a jelentős része is raktáron maradt a 2014-es eladatlan készletekkel együtt. Megpróbáljuk kormánnyal együtt ebben az évben elérni, hogy a meghatározó nagy multinacionális vevők közül térjenek vissza Magyarországra, magyarországi dohányvásárlási piacra, és akkor 2017-ben újra vissza tudjuk emelni ezeket a területeket, mennyiségeket a korábbi évek szintjére. Sajnos, ha ez nem fog sikerülni, akkor 2017-ben tovább romlik a helyzet, hisz az ULT Magyarország ZRT-nél egész biztos burley dohánytermesztési szerződések nem lesznek megkötve. Ez ugye azt jelenti, hogy a legtöbb kis termelő ezt a szegmenset érinti, és további csökkenés várható a Virginia dohánytermelő területeknél is. Ez azt jelenti, hogy ilyen 2000 tonnás mennyisége lehet számolni 2017-ben. Az idei évben a Virginia esetében várhatóan 1500-1600, a burleynél 500-550 hektáros területre fognak szerződést kötni a termelőkkel. A szerződött termőterület korábban 2800, illetve 1200 hektár volt. Fontos határidő közeleg a kötelező gépjármű felelősség biztosítási díjjal kapcsolatban. A január 1-én esedékes összegek befizetésére a türelmi idő március 1-én éjfélkor lejár. A Magyar Biztosítók Szövetségének statisztikája szerint 1,9 millió jármű szerződésének évfordulója volt január 1-én. A díj nem fizetés miatt a szerződés megszűnik, és úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetni. A nem életbiztosítási piac növekedésének egyik alapja a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szféra, ahol jelentős növekedés volt észlelhető tavaly, derül ki a Magyar Biztosítók Szövetségének összegzéséből. A január 1-én esedékes díjak befizetésére a türelmi idő hamarosan lejár.
Mint tudjuk, az idei KGFBD az január 1-től már esedékes, ugyanakkor viszont a törvény egy 60 napos türelmi időt ad a díj rendezésére. Ez a 60 napos türelmi idő, ez jár le március 1-én, ami azt jelenti, hogy március 1-én éjfélig mindenképpen be kell, hogy érkezzen a KGFBD ezekre a szerződésekre. Ezt ebben az esetben egyébként külön kiemelendő, hogy azok, akik csekken fizetik ezt a díjat, illetve díjrészletet, azoknak a számára érdemes néhány napos átfutási idővel számolniuk, ugyanis a törvény előírása szerint március 1-én éjfélig be kell, hogy érkezzen a biztosítókhoz. Tehát nem elég március 1-én feladni az esedékes díjrészletet. A főosztályvezető hozzátette, közel 2 millió járműtulajdonost érint a márciusi határidő. A MABI statisztikái szerint Magyarországon 4.350.000 darab kötelező gépjárműfelelősség biztosítási szerződést tartanak nyilván, és ezeknek a szerződéseknek a 44%-a, tehát körülbelül 1,9 millió, tehát 1.900.000 jármű biztosítási évfordulója van január 1-én. Az ő számukra szól ez a bizonyos felhívás. Ami a személyautóknak a számát illeti, a legfrissebb adatok szerint 2.790.000 személyautó van Magyarországon, illetve rendelkezik kötelező gépjárműfelelősség biztosítási szerződéssel, és ebből a 2.790.000-ből mintegy 1.250.000 olyan személygépjármű van Magyarországon, amelynek a biztosítási évfordulója január 1-e, tehát akiknek a számára ez a fontos határidő, illetve a felhívás érdekes lehet. Abban az esetben, ha a KGFB-s összeg nem érkezik be március 1-én éjfélig a biztosítóhoz, akkor az ügyfél szerződése díj nem fizetés miatt megszűnik, és a díjjal nem fedezett időszakra a törvény rendelkezései szerint fedezetlenségi díjat kell fizetni. Ez 2016-ban személygépkocsik esetében a gépjárművek teljesítményétől függően naponta akár 660 forint is lehet a biztosítással nem fedezett napokra. Mint arról tegnapi híradónkban beszámoltunk, tiszavasvári képviselőtestülete úgy döntött, a város együttműködési megállapodást köt a Becsület Légiója Egyesülettel. A civil szervezet, amelynek elnöke az érpataki polgármester, szakértőként és tanácsadóként segíti majd az önkormányzatot, részt vesz a roma lakosság integrációjában, és az észlelt törvénytelenségeket jelzi az illetékes hatóságok felé. Fülöp Erika, a város polgármestere, valamint a párt országos alelnöke szerint a rendezett közállapot elérése miatt hasonló együttműködések és programok szükségesek. Fontos látni azt, hogy az adott területen az összes közvilágítást folyamatosan kitörik az ott élők, többek elmondása szerint azért, hogy a bűncselekményekből származó eszközöket el lehessen dugni a közvilágítás hiánya miatt. Prostitúció, gyermekek veszélyeztetése, égig érőt szemét, mindennapos uzsoráztatás, és csak egy példát mondok önnek, néhány nap alatt, amíg ezen a területen mozogtunk, több mint 290 esetben akadályoztunk meg olyan bűncselekményeket, amelyek illegális áramvételezés, magyarul áramlopás által következtek be. Ezekben az esetekben minden esetben a hatóság elkezdte a büntetőeljárás lefolytatását, és eljárt az elkövetőkkel szemben. Nincs más célunk, csak az, hogy mindenki betartassa a törvényeket ugyanúgy, mint a normális társadalom tagjai. Akár 10 millió forintos költséget is jelenthet az átlagosan közel 40 éves liftek felújítása a magyarországi társasházaknak. Többször is módosították az elmúlt években a felvonók ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, jelenleg évente egyszer tartanak vizsgálatokat. Ezek a kiadások nagy terhet jelentenek a lakók számára, ezért a társasházaknak nem árt előtakarékosságon gondolkodni. 2014-ben újra szabályozták, majd 2015-ben jelentősen módosították a felvonókkal kapcsolatos kormányrendeletet Magyarországon. A régi szabályok szerint először 2020-ban szabványossági felülvizsgálatot kellett volna végezni valamennyi működő felvonónál, helyette az ellenőrzések számát módosították. Korábban évente 2 alkalommal kellett fővizsgálatot és ellenőrzővizsgálatot tartani, aminek komoly költségei is voltak. Ezt úgy módosították, hogy 20 évesnél fiatalabb vagy teljesen felújított liftek esetében ez évente egyszer kötelező, a 20 évnél idősebb felvonók esetében pedig fél évente.
Azt mondhatom, hogy jelentősen több mint felére csökkent a ilyen drágán megfizethető ellenőrzések száma. Persze ez egyúttal jelentheti, vagy jelenthetné, ha nem figyelünk oda, mi felhasználók, üzemeltetők is, a veszélyeztetettség növekedését, hiszen a veszélyes üzemnek minősülő berendezéseknél, mint a felvonók is, azért emberéletek múlhatnak azon, hogy mondjuk egy főellenőrzés, vagy egy kisebb vizsgálat, az megállapít-e bizonyos hibákat, vagy átsiklik fölöttük. Hát korábban a 4 ellenőrzés nyilván komolyabb szűrést eredményezett. A karbantartással kapcsolatos szabályok is módosultak. Maximum 75 nap lehet 2 ellenőrzés között a 20 évesnél fiatalabb liftek esetében, amíg az ettől régebbi felvonóknál ez mindössze 35 nap. Egy-egy ellenőrzés után kötelezhetik a felvonók felújítását vagy teljes cseréjét. Utóbbi akár a 10 millió forint feletti összeget is meghaladhatja. A felújítási költség ennek a 60%-a. Ez egy sajátos épületfelújítási program. Ehhez a magyar állam biztosít egy sajátos finanszírozási formát, előtakarékossági formát, ez a lakástakarékpénztári rendszer, ahol az előtakarékosságként befizetett összegek éves összege után 30% állami támogatást kap a lakóépület, és hát az igazság az, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, ilyen jó befektetés Magyarországon, de még talán Európában se nagyon van, ahol a hozam éves átlagban is 12-13%-ot el tudja érni. A szakember szerint a liftek egy része nem felelne meg az új, még szigorúbb uniós szabványnak, ugyanis az országban lévő mintegy 37 ezer felvonó egyharmadát még 1990 előtt helyezték üzembe, de a lakásszövetkezethez tartozó 61 liftet is hasonló időben, vagy még korábban szerelték be, az akkori szabályok szerint. Szerdától már 300 forint alatt lehet tankolni a hazai kutakon. Csökkenti 2 forinttal a 95-ös benzin és 3 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL. A mérsékléssel a benzin átlagára 298-299 forint, a gázolajé pedig 296-297 forint lesz. A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, 449 forint. Az autósok továbbra is 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Új szimulációs eszközöket vásárolta a Debreceni Egyetem egészségügyi karanyíregyházán. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A hagyományoknak megfelelően a szezon előtti szurkolói ankéton mutatta be új játékosait a kisvárdai futballcsapat. A felkészülési időszakban 12 győztes edzőmeccs mellett mindössze 2 döntetlent játszó együttes új stadionjának alapkövét még tavasszal lerakják. Elszenvedte második bajnoki vereségét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese Budapesten a Vasas Akadémia csapata ellen lépett pályára, és a hazaiak 85-72-re megnyerték a mérkőzést. Közel 2 millió forintból vásárolt új szimulációs babákat a Debreceni Egyetem egészségügyi karanyíregyházán. Az új eszközök segítségével a gyermekgondozásra és a gyermekbántalmazás veszélyeire is felkészülhetnek a teljes szülői élmény elnevezésű gyakorlaton résztvevő diákok. A magyarországi felsőoktatásban először Nyíregyházán alkalmaznak ilyen eszközöket a hallgatók. Amerikában már több mint 17 éve használnak szimulációs babákat az egyetemi hallgatók Nyíregyházán 2011-től. Egy hosszabb távú együttműködési szerződésnek köszönhetően az elmúlt években már kipróbálhatták ezeket az eszközöket a diákok, most pedig sikerült a Debreceni Egyetem egészségügyi karának forrást találni a modern eszközök beszerzésére. A magyarországi felsőoktatásban először Nyíregyházán használhatnak hasonlókat. Ennek az eszköznek az értéke közel 2 millió forint volt,
És hát nyilván arra törekszik az egészségügyi kar, hogy a képzéseiben ugye a gyakorlati képzést erősítse. Ez az eszköz nagyon jó szolgálatot fog, lehetőséget fog teremteni mind a védőnő, mind a szülésznő hallgatók számára arra, hogy a teljes szülői élményt, ugye a gyermekgondozás alapjait elsajátítsák. Ez a technikai innováció segíti a gyakorlati képzést, az eszközöket 3 napig bízzák a hallgatókra. A 4 új baba között alkoholt fogyasztó, kábítószer használó szülő, valamint a durva bánásmód következményeit bemutató szimulátor is van. Az életszerű babák ugyanolyan odafigyelést igényelnek, mint az igazi csecsemők. A szimulációs babákat a tanórai keretbe is beillesztik az egészségügyi karon. Ez elméleti képzést is tartalmaz, ami önismerettel, önfejlesztéssel, kommunikációval és eszenciális tudásanyaggal is ellátja azokat, akik a programba bekapcsolódnak, illetve technikai eszközökkel, amik révén tulajdonképpen egy élményszerű tapasztalatot szereznek arról, hogy milyen várandósnak lenni. Bemutatjuk azt, hogy a várandóság milyen veszélyeivel találkozhat a fiatal, abban az esetben az életmódját nem változtatja meg, és esetleg alkoholt vagy drogot fogyaszt. A durva beavatkozások, az agresszió következményeit is bemutatjuk egy úgynevezett shaken baby-n keresztül. A babák rögzítik az adatokat, így a minőségi gondozásról is visszajelzést kaphat majd az oktató. A bemutató előadáson az is elhangzott, az iskolában végzett hallgatók nem minden esetben tapasztalják meg a várandóság élményét még a munkába állás előtt, ezért is fontos az ilyen tapasztalat szerzése számukra. A közeljövőben akár az örökbefogadó szülőknek is bevezetik a szimulátor használatát még a tényleges örökbefogadás előtt. A hagyományoknak megfelelően a szezon előtti szurkolói ankéton mutatta be új játékosait a kisvárdai futballcsapat. A felkészülési időszakban 12 győztes edzőmes mellett mindössze 2 döntetlent játszó együttes új stadionjának alapkövét még tavasszal lerakják. A tervek szerint 2017. szeptemberére el is készül a létesítmény. A várdaiak szombaton Csákváron lépnek pályára. A megszokott helyszínen, a Bessenyei gimnázium dísztermében a megszokott érdeklődés kísérte a kisvárdai futballcsapat szurkolói ankítját. Révész Attila szakmai igazgató értékelte a törökországi edzőtábort, ahonnan 4 győztes meccset értek haza, majd az új szerzemények vették át a csapatmezét. Az ősszel kölcsönben már Kisvárdán szereplő Ising Martint véglegesen megszerezte a klub, mellette a kapus Ribánszki László és Lékai Soma, valamint Bagi István, Papucsek Barna és Dilszeg Gergely számít új játékosnak. Én nagyon bízom abban, hogy mindenféleképpen erősödött a csapatunk, nem csak az új igazolásokkal, hanem azzal is, hogy eltelt azért fél év. Megismertük egymást, a játékosok is, a környezetet, bennünket, mi is őket, és hát úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen erősségnek kell lenni az együttes számára. Az új igazolásokkal kapcsolatban pedig posztra próbáltunk igazolni, azokat a játékosokat hoztuk a csapathoz, akik mindenféleképpen erősítést jelentenek egy-egy adott poszton. Remélem, hogy ezt majd be is fogják tudni bizonyítani a mérkőzéseken. A 27 éves belső középpályás Bagi István az NB1-es Békés Csabától érkezett Kisvárdára. Mostanra azért már elég jól megismertem a csapatásokat. Szerintem egész jó csapat jött össze, meg eddig is jók voltak, ahogy nézegettem az eredményeket. Bármi benne van ebben a csapatban, szerintem. Meg egész jól most voltunk Törökországban, edzőtáborban elég jól összekovácsolódott a társaság. A csapatkapitány Erős Gábor szerint a felkészülési meccseken mutatott játéknak és az eredményeknek köszönhetően megfelelő önbizalommal várják a tavaszi rajtot. A jó felkészüléstől lehet várni a jó eredményt. Tehát ha most egy rossz felkészülésről beszélnénk, akkor mitől várnánk el a jó eredményt? Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az edzőmérkőzéseken, hogy így szerepeljük. Természetesen ezért nem adnak pontokat, ezt már egyszer említettem, de ez fontos magunk miatt, mert tehát akkor tudjuk, hogy jó úton haladunk. És ez nagyon bízom benne, hogy a bajnoki mérkőzéseken ugyanez lesz. Bár a kisvárdai csapat a 6. helyen áll az NB2-ben, a cél továbbra is a biztos bennmaradás. A szurkolói ankéton szó esett az infrastruktúrális fejlesztésekről is, a tervek szerint 1 milliárd 490 millió forintból 2017. szeptemberére elkészül egy 2500 főt befogadó, szükség esetén 5500 személyesre bővíthető stadion. 490 millió forintból pedig beindul a Kisvárdai Labdarúgó Akadémia. Az NB2-ben a hétvégén rajtol a tavaszi szezon, a Kisvárda szombaton Csákváron lép pályára.
Elszenvedte második bajnoki vereségét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese Budapesten a Vasas Akadémia csapata ellen lépett pályára, és a hazaiak 85-72-re megnyerték a mérkőzést. Az NK-s vasárnap idei első hazai meccsén a Nemzetvédelmi Egyetem csapatát fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. Ősszel hazai pályán magabiztosan verte a Vasast az NKS, így a nyíregyháziak győzelmi reményekkel utaztak Budapestre. Az első negyedben nem is volt gond, a vendégek egy pont előnnyel vonulhattak az első rövid pihenőre. A második 10 perc 14 ponttal a fővárosiaké lett, és ez gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést. Fordulás után kétszoros negyedet produkáltak a csapatok, de a két pont ide, két pont oda azt jelentette, hogy a Vasas némi meglepetésre 13 ponttal legyőzte a nyíregyházi kosársulit. A vendégek edzője elmondta, hogy mi vezetett második bajnoki vereségükhöz. Egyértelműen a dobó százalék, tehát az maximálisan behatárolta azt, hogy végül is mi lesz a mérkőzés, az, hogy egy műzítszereket hibáznunk ugyanúgy, mint Debrecenben, tehát ezen el kell gondolkoznunk, hogy ezt hogyan lehet megoldani, és mit el kellene tenni, és a másik az, hogy kijöttek egy olyan egész pás letámadásra, ami egy ideig komoly fejtődést okozott számunkra, hogy is lehet ezt megoldani. Amikor végre megértettük, hogy a passzokkal azzal igencsak lehet operálni, akkor már egészen jó helyzeteket sikerült kialakítanunk, meg is voltak a dobóhelyzeteink, nem az volt a gond, hogy nem tudtunk dobóhelyzetet kialakítani, hanem inkább az volt a probléma, hogy ezeket a dobóhelyzeteket nem sikerült bedobnunk. Na most ezen kell valamilyen szinten javítanunk, meg én úgy gondolom, hogy a védekezésünkön, mert hogy egyedül a zóna védekezés volt az, ami működött, tehát egy az egybe a fönti kis embereket nem tudtuk megtartani, ami úgy gondolom, hogy azért ez óriási nagy gond és nagy hiba, hát ezeken kell javítani, aztán meglátjuk a következőkben ez hogy fog sikerülni. Vasárnap idei első hazai meccsét játsz a nyíregyházi kosársuli, 16 órai kezdettel a Nemzetvédelmi Egyetem csapata ellen lépnek pályára Pap Klaudiáék a Szent Imre gimnázium csarnokában. A nemzetvédelmi csapatát nem szabad lebecsülni. Ugye ezt a hibát elkövette a Vasas is, amikor oda ment egy aránylag tartalékos sorral, és ki is kapott. Talán annyi előnyünk van, hogy most per pillanat hazai pályán játszunk, és azért a hazai környezet előtt azért a lányok valószínűleg jobban össze fogják szedni magukat, és koncentráltabban fognak kosárlabdázni. Itt egyértelműen azt mondom, hogy itt a palánk alatti játék az, ami döntő lehet, ugye nekik aránylag alacsonyabb szerkezettel dolgoznak, viszont ők is nagyon szépen támadnak meg egész pályán, tehát hogy ezt gyakorolnunk kell ezen a héten is, hogy ne ugyanabban a hibában esünk, mint a Vasas ellen, és ugye hát a dobó százalékon egyértelműen javítani kell, és akkor valószínűleg, hogy ez a mérkőzés, ez egy sima hazai győzelemmel fog végződni. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a veretlen MTK Budapest vezeti 13 győzelemmel, megelőzve a 12-es mutatóval álló nyíregyházi kosársulit. A Nemzetvédelmi Egyetem csapata 4 győzelemmel és 10 vereséggel a 8. a táblázaton. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Közel felére csökkenti az idei évben a dohányfelvásárlás mennyiségét az OLT Magyarország ZRT. Az elmúlt 100 évben nem fordult elő olyan drasztikus csökkentés, mint amekkora az idei évben várható a hazai dohánytermelésben. Fontos határidő közeleg a kötelező gépjárműfelelősség biztosítási díjjal kapcsolatban. A január 1-én esedékes összegek befizetésére a türelmi idő március 1-én éjfélkor lejár. A díj nem fizetés miatt a szerződés megszűnik, és úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetni. Akár 10 millió forintos költséget is jelenthet az átlagosan közel 40 éves liftek felújítása a magyarországi társasházaknak. Ez a kiadás nagy terhet jelent a lakók számára, ezért a társasházaknak nem árt előtakarékosságon gondolkodni. A Kölcsei Televízió keddi híradóját látták, friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Folytatódik az átlagosnál jóval enyhébb, csapadékos időjárás. Miközben a földközi tenger nyugati medencéjébe hideg, száraz levegő áramlik, térségünkbe a hatalmas légörvény keleti oldalán igen enyhe, átmenetileg kissé szárazabb levegő érkezik. Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég, kisebb eső vagy szitálás több helyen is előfordulhat, éjszaka már kevés helyen lesz csapadék. A kezdetben gyenge északkeleti szél egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik, ezzel együtt pedig a párásság is megszűnik. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős idő lesz jellemző, de kevés napsütésre is számítani lehet. Délelőtt csak 1-2 helyen, délutántól egyre nagyobb területen várható záporeső. Az élénk keleties szelet néhol erős lökések kísérhetik. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A hét többi napján is folytatódik az évszakos átlagnál jóval enyhébb, több alkalommal csapadékos idő. Csütörtökön estétől a vastagodó felhőzetből ismét egyre több helyen várható eső, a péntek egész nap esős lesz, szombaton aztán már csökken a felhőzet. Az átmeneti szárazabb idő után szombat estétől újra megvastagszik a felhőtakaró, és ekkortól az ország északi megyéiben ismét több felé eshet. A jövő hét eleje is szokatlanul enyhe, de csapadékos idővel indul.